estét! Jó estét! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, elnézést a kis csúszásért! Azt mondták, hogy ma Purim van. Bocsánat, szabad egy fotót? Művész úr! Jól áll? Nagyon. Igen. Muszáj. Igen, igen, kérem a kereplőt. A gyertek ide nézni. És nem hoztam. Oké. Kérem, hogy nézzétek meg, hogy köszönöm szépen a kávéért. Ezzel fogom megpróbálni a figyelmeteket megszerezni. Ez nagyon jó ez a kereplő, erős. Köszönöm szépen, hogy voltak nagyon. Oké! Nagy ünnep a mai, egyrészt azért, mert Purim napja van, és ez mindig okarna. Itt a koronavírus barátunk, jó napot kívánok a Tégburnak, hogy is megjött. Gyere a tűn ide mellé, hogy a hangulat meglegyen. Oké, és a másik, aminek borzasztóan örülünk, az az, hogy megjött végre a táblánk. Azt szeretnék kérni azoktól, akiknek van, akik rácsatlakoznak, hogy nézzék meg, hogy most jó a közvetítés, és hogy nekiindulhatunk-e a tanulásnak. Működik. Vagy? Működik. Működik? Nem van. Mondták napi részt adja, de... Hát Purim van, hát mit adja? Oké. Viccet félretéve... Következő volt a tegnapi témánk, hogyha visszaemlékeztek. Arról volt szó, hogyha valaki áll a magánterületen, és kinyújtja a kezét, és átnyúlik a közterületre, akkor szabad-e visszahúzni a kezét? Már a kezében van valami, mondjuk van egy gyűjtőben, akkor kinyújtotta a kezét a magánterületről a közterületre, szabad-e visszahúzni a kezét? Tegnap volt erre mindenféle javaslat, és ma még folytatjuk a tegnapi oldal végén. Ibai szeim a löj tipsőt, lojkása kámbe sajnél kámbe mézi. Lehet, hogy a két vélemény az úgy oszlik meg, hogy az a vélemény, amelyik azt mondja, hogy nem húzhatja vissza a kezét, az azért mondja, hogy egy olyan esetről beszél, amikor direkt futott neki, direkt tette ki a kezét a közterületre, és ezért büntetésben a rabik azt mondták, nem húzhatja vissza a kezét. Kámbe sajjék! A másik, amelyik azt mondja, hogy visszahúzhatja a kezét, az meg egy olyan esetről beszél, amikor véletlenül indult neki, hogy kirakja a dolgot, és közben eszébe jutott, akkor a rabik nem büntették meg, vagy nem húzhatja vissza a kezét. Ez egy megoldása lehet annak, hogy hogyan lehet. Mi vagy széma lajlam, lej kánszul, lej kássa kán lej szor, hadszer kán le, hadszer a helesz. Ezt a nem baj leveszem, jó? Mert az annyira nem. Jó. Volt? De azért nem így szerint kell. Legyünk komolyan. A harmadik eset, és ezzel fogja a mai
tanulásnak, a négyes lapnak, azt mondja, tulajdonképpen egy utolsó magyarázat még, hogy mi lehet az oka annak, hogy az egyik helyen az áll, hogy visszahúzhatja a kezét, a másik helyen az áll, hogy nem húzhatja vissza a kezét. Azt mondja, a Talmud lehetséges, hogy arra van szó, hogy kiraktam a kezemet. A következő kép néz ki, nem most, ezt még nem rajzolom le. De hogy kiraktam a kezemet, én a magántemeten állok. Itt a közterület, és itt van egy másik magánterület, egy másik tulajdon a magánterület. Most erre nem foglalkozom. És akkor itt erről szól a vita, hogy az egyik amelyik azt mondja, hogy visszahúzhatom, ő a saját magánterületemről beszél, amelyikről azt mondja, hogy nem húzhatom vissza, az meg egy másik magánterületről beszél. Mi a különbség a kettő között? Kérde, baj, minél rabbi-rab Nachman. Tehát, Májsna azt mondja, mi a különbség a kettő között? Lehi tihola lo kura de milcha. Erre viccesen azt válaszolta Rav Nachmannak, majd hogyha kifizetsz nekem, ha majd hozol nekem 30-szer, be tudjátok csukni azt az ablakot, kérlek? Járt, még ha nem is azzal, hogy azt köztövetre tette, és ezért viszont tilos, mert ugye nem akarjuk, hogy a szombatszegő célja az teljesüljön. Oké? Eddig stimmel, akkor most következik a lényeg, amiről ma tanultunk. Az egyik lényeg. Tegnap emlékeztek, hogy szó volt a következő esetről. Hogy tilos sütni szombaton. Ugye? A rabbik azt mondták, hogy tekintetben tilos sütni, tilos tésztát kaparni. Emlékeztek? Kenyeret kaparni a sütőről. A kemencéről. Igen, köszönöm. Következő, mikor volt a kérdése, vagy nem. Oké? Ez volt a kérdés. Emlékeztek erre a kérdésre? Igen. És fölülöm a táblára az esetet, mert az esetet fogjuk. Jól lehet látni a táblát, ugye? Szép a táblát. Rav Bibinek.
Oké. Okay. Szó szerint úgy hangzott az állítás. Rav Bibi a következőt kérdezte. Ha valaki feltapasztott tésztát a kenyérre, azért tettem zárójelben, mert ez nincs benne az ő szövegében, ezt csak tudjuk, hogy erre gondol. Megengedték-e ne- szavak lesznek, én belül nézi. Hájovszkinak a büntetése. Természetesen nem tudjuk eléggé hangosítani, tulajdonképpen soha nem vitték keresztül, mert ehhez kellett két tanú, igazolni, hogy tudatosan végzi, tudta, hogy büntetéssel érte, de mindenképp a súly szegésnek azt mutatja. Sogék. Ezt a két szót azért nem jegyezni, mert visszatérőek lesznek ezek a szavak. Shogeg az azt jelenti, hogy ugye ez volt, bocsánat, a szándékos, és ez pedig a... Az alma. Értitek? Szóval onnész azt, hogy látok, akaratán kívüli. Nagyon csúnyán írok elnézést, ez a tábla. Oké, okay, akkor semmi. Oké. Okay. Stimmelt? Akkor most menjünk vissza ahhoz, amit mondott. Mit mondott rá Bimi? Ha megengedték-e neki... Nehéz zsidónak lenni. Oké. Okay. És odaig. Most nézzétek meg, hogy jól fejlődik. Bokát. Oké, okay, szóval... Akkor miről beszélünk a Laci szerint, és mindenki szerint, nem arról, hogy szándékosan tapasztotta föl, szombatszegés tudva, hanem hogy véletlenül sogé. Tehát itt a B variáció. Sogé. Erről lesz szó most, akkor ezt fogjuk próbálni helyre rakni, hogy akkor pontosan milyen esetről van szó. És látni fogjátok, hogy nem lesz egyszerű megtalálni ezt az esetet, amiről beszélünk. Gufa, bai, amellére váha, bár a bájlere vine, héhidami, milyen esetről beszélünk? Iléma be sojgé. Ha azt mondjuk, hogy sogégről beszélünk, ahogy a Laci mondta, hogy nem szándékosan tapasztottam föl, mülloj itkevlé, és nem jutott eszébe, hogy tilos, tehát nem szándékosan tapasztalta, elfelejtette, hogy tilos sütni szombaton. Mikor jutott eszébe, hogy tilos sütni szombaton? Ha mióta már megsült a kenyér, akkor miről beszélünk? Mármi tilu, kinek engednénk meg, hogy leszedje? Szóval már vége, már túl vagyunk rajta, már nincs miről beszélünk. Akkor mi erről nem beszélhetünk, ugye? Mindenki velem van még? Itt vagytok?
Jó reggelt! Ela Loihader ve Itkár. Akkor miről beszélünk? Föltapasztottan önszántán kívül, mert elfejtett, hogy szombat. Szombaton tilos. És eszébe jutott, hogy szombaton tilos, mielőtt megsült volna a kenyér. De mi mehájev? Akkor miért lenne köteles áldozatot hozni? Van egy olyan alapelv, hogy az ember csak akkor köteles áldozatot hozni egy nem szándékosan elkövetett bűnért, hogyha az elején is és a végén is egész végig nem szándékosan történt, ami történt. Ha az eleje nem szándékos volt, de a vége szándékos volt, vagy az eleje szándékos volt és a vége nem szándékos volt, akkor nem kell, hogy áldozatot hozzon. Értitek az alapelvet? Vagy egy új alapelv? Ha valami... Csak akkor, ugye... Ez a változat, a sogék, amikor áldozatot kell hozni, csak akkor él, ha az elejétől a végén ugyanabban a státuszban volt. De az elején mondjuk szándékos volt, és a végén szándékon kívüli volt, mi az elején szándékon kívüli volt, és a végén szándékos volt, akkor nincs áldozathozatal. Akkor a Bibi nem gondolhatott arra, hogy itt arról van szó, hogy, hogy amikor föltapasztotta a tésztát, akkor szándékán kívüli volt, és utána jutott eszébe, mielőtt megsült volna a kenyér, mert ebben az esetben az eleje szándékon kívüli, és a vége szándékos, tudatos, akkor ez az eset ki van zárva. De nem vagytok, vagy? Igen. Oké? Okay. Ela bemézit? Akkor milyen más lehetőség van? Hogy azt mondjuk, hogy amikor föltapasztotta a kenyeret, akkor szándékos volt. És utána azt mondja, jaj, azt megbántam, mégse kéne szombaton kenyeret sütni. Eszébe jutott, hogy meggondolta magát, és most leszedné. Igen ám, de rabit megtiltották, hogy tilos lekaparni a tésztát. Ez teljesen rendben van, de akkor a kérdést nem így kellett volna föltenni, hanem most kellett volna föltenni. Mit kellett volna megváltoztatni a kérdésben? Még egyszer. Kizártuk azt, hogy arról beszéljünk, hogy az elején szándékon kívüli volt, és utána eszébe jutott, hogy mégis meggondolta magát, és nem akar sütni kenyeret szombat. Ezt kizártuk. Miről beszélünk most? Hogy az eleje szándékos volt. Azt nekem nem érdekel, mint a cigarettázó zsidó. Nem érdekel. Sütök kenyeret szombaton. És aztán meggondolta magát, és ez a kérdés. Nem megengedték volna, hogy szállja. Nem. Tehát akkor ez már rossz indulatban. Ezt kellett volna másképp mondani. Persze, akkor nincs áldozat. Ha nem áldozat van, hanem? Kövezés. Nagyon jó, tapsoljuk meg, nagyon ügyes. Csak azért tudja, mert ő volt a szegény ember, aki itt állt a határvonalon túl. Akkor nem azt mondja, hogy megengedték-e neki, hogy lekaparja, mielőtt áldozata hozatali kötelessége lenne, hanem azt úgy kellett volna fogalmazni, megengedték-e neki, hogy lekaparja, mielőtt megkövezési kötelezettsége lenne. Értitek a variációt? Tehát akkor ez sem jó, mert akkor így kellett volna fogalmazni. Oké, mehetünk tovább? Tehát akkor ez is ki van zárva, ez a variáció is. Amar Rafsilla lejlam besegékul máni tirulá héli. Rafsilla egy új variációval áll elő. Azt mondja, térjünk vissza az a variációhoz, hogy sogé. Hogy az illető nem szándékosan tapasztotta föl. És nem róla beszélünk, hanem a... És ő továbbra is nem szándékos. Jött Moise, föltapasztotta a kenyeret a izére, elfedett, hogy szombat van, föltapasztotta a kenyeret, és ő elment. Kiment, nem tudom én. Lement a Dunapartra nézelődni, mert majd visszajön, amikor megsül a kenyér. Arra kiállunk, és azt mondja, ha fönt hagyom a kenyeret, mire visszajön Moise, megsül a kenyér, és akkor ő... Akkor ő megszeged, még ha nem is szándékosan, de áldozatot kell hoznia. Akkor gyorsan esetleg lekaparom neki. És erről van szó. Értitek? Igen. Azt mondtam, hogy ez sem egy jó válasz. Miért? Hiajmrim le adom, hétki csejse iszke haverha. Fölmerül várból, hogy valakinek azt mondja, védkezzél azért, hogy a fele barátodat megmentsd egy bűntől. Itt gyakorlatilag erről lenne szó.
Jajkele azért kaparná le a tésztát, hogy Mojse ne kelljen, hogy áldozatot hozzon. Akkor Jajkele megszegne egy rabbinikus szabályt, hogy tilos lekaparni a tésztát, azért, hogy valaki más megmentsen a bűntől. Ilyen nincs. Nincs olyan, hogy bűnözzél, vétkezzél azért, hogy más megments a vétektől. Akkor ez sincs. Ez se jó válasz. Ella már a vásina ajla, de mézit. De én ma könyvem se van ide is szöszkila. Ezzel azt mondja a Ravási, tudjátok mit? Jogos, rosszul jegyeztük föl. Nincs olyan variáció, hogy ez a kérdés kijönne. Rosszul jegyeztük föl. Nem úgy szólt rá Bibi kérdése, hogyha valaki feltapasztott tésztát a kemencére, megengedték-e neki, hogy lekaparja, mielőtt áldozat hozatali kötelessége lenne, hanem úgy hangzott a kérdés, ha valaki feltapasztott tésztát a kemencére, megengedték-e neki, hogy valaki lekaparja, mielőtt megköveznék. Akkor... Sorry. Rossz kézirat maradt fönn nekünk. Okay? És miről beszélünk? Arra, hogy szándékosan tapasztotta fel a tésztát, útközben meggondolta magát azt, hogy nem akarok vétkezni, nem akarom a Tóra szabályát megszegni, hogy kenyeret csüssek szombaton. Ilyenkor szabad-e lekaparni a tésztát, hogy legalább és megszegni ezzel a rabbinikus tilalmat, csak azért, hogy nehogy megszegném a tórai tilalmat. Oké? Azt mondja a Talmud, sőt. Van egy harmadik variáció, amiben a Vimi ezt nem is kérdésként tette föl, hanem nem megengedték-e, hanem megengedték. Megengedték neki, hogy lekaparja, mielőtt megkövezné. Ez egy kijelentés volt. És ezzel azt akarta a Vimi mondani, én nem kérdezem, én mondom, megengedték. Ebben az esetben, ha valaki szándékosan tapasztotta fel a tésztát, és csúvát csinált, meggondolta magát, mielőtt a tészta megsült volna, akkor szabad lekaparni, mielőtt megsülne a tészta. Stimmel? Igen. Kérdés. Szombaton lehet a tüzet rakni? Nem. Akkor egy kialudt kemencének a falára, ha valaki fölrakja a tésztát, azt a tésztát ne szabad lekaparni. Hát, nagyon jó kérdés. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem biztos, hogy mindenki hallotta. A kérdés a következő. Miért nem azt mondjuk, ha jól értem, ez lenne a variáció, hogy van, aki föltapasztotta a tésztát, amikor még hideg volt a medence, nem a medence, hanem a medence. Ez egy negyedik variáció a medence. De amikor hideg volt a kemence, arra jött Jánkel, aki egy, vagy arra jött mondjuk Pisti, aki nem zsidó, és neki nyugodtan lehet, megrakta tűzzel a kemencét, és akkor most szabad lekaparni. Azt gondolom, hogy ez most csak hasban mondom a választ, hogy ez azért nem merül föl, mert itt Mojse, aki föltapasztotta, ő nem vétkezne, mert amikor ő elkezdte, ez tipikusan az oinesz, ez a harmadik variáció, amikor akaratán kívül történik a dolog, amikor, mert ő nem, ő neki sehol nincsen ebben olyan, amikor ő valamit csinált és valamit megszegett volna. Az egy másik kérdés, hogy került hozzá a tésztát, mert tésztát gyúrni is tilos szombaton. De mondjuk azt, hogy már pénteken meggyúrták. Akkor még miért tapaszt valaki egy kihűlt medencére szombaton egy pénteken meggyúrt tésztát? Ez egy másik kérdés. Oké. Okay. Most jó a vétel? Köszönjük szépen. Oké. Menjünk tovább. Na, akkor ezt megtárgyaltuk. A következő témánk az a következő lesz. Mi volt a Mishnah, térjünk vissza a Mishnah esetéhez. Itt volt a szegény ember, itt volt a gazdag ember, és itt van a határvonal. Okay? Közterület, a Suta Rabim, magánterület, a Suta Yachid. A következő a kérdés. Mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy egy szabályszegés legyen a szombati vitellel hozattal, kell, hogy legyen, hogy mondjuk éverül, akira, érdemes megjegyezni, és kell legyen, lerakás, hogy mondjuk éverül, hanaha. Kell, hogy legyen akira, és kell, hogy legyen hanaha. Melyik volt az eset, amikor például azt mondtuk, gyere, Péter, kérlek. Mégiscsak te jobban szemlélteted, mint a tábla. Melyik volt az eset, amikor
amikor például a gazdag ember hájav, a gazdag ember szombatot csinálja a kezeddel, de területeden, saját területeden, azt mondtuk, hogy én fölemeltem itt, én vagyok a gazdag ember, és ráraktam a szegény ember kezére. Akkor az egész munkát én csináltam. A kira fölemeltem a magánterületen, és leraktam az ő kezébe a közterületen. Oké? Okay? Kérdés a következő. Van egy olyan alapszabály, hogy valami akkor számít területnek, ha mekkora az alapterülete? 4x4 ököl? Egy lapátkezű embernek sem 4x4 ököl a keze. Ugye? Nézzetek, mutassul a kezed. Látod? Ez nincs 4x4 ököl. Csak hogy szemléltessük. Köszönöm szépen. Ez vagyok egyszer fél ököl. Nem ököl, hanem ököl. Akkor miért szedtem meg a szabályt? Én beleraktam a kezébe, az igaz, hogy az ő a magánterületen áll, de amire ráraktam, az nincs 4x4-es terület? 80 centivel lett a 80 centivel magasan. Az meg egy következő kérdés, ha 80 centi magasan állok, ugye általában a kezem az magasabban van, mint 80, de ha csak nem egy törtéről beszélünk, akkor magasabban van, mint 80 centi. Ez egy külön kérdés, hogy 80 centi fölött eleve nem számít annak a területnek, amin állok. De mondjuk azt, hogy ezt ettől eltekintünk, azt lehet mondani, hogy amin állok, az, ha állok, és nem átrepült 80 centi fölött, hanem össze van kötve a 80 centi alattal, akkor az egy... Mindenképp a kérdés most a következő, az én kezem az nem 4x4-es terület. Köszönöm szépen. De hozd ide a széket, hogy legközelebb ne kelljen olyan messzire sétálni. Oké. Okay. Szóval ezt kérdezi a Talmud, a Májhájok. A haba innan, a kira van, makamál, gábe, makamál, galába, a léka. Miért? Hájom, miért köteles? Amikor egyszer azt tanultuk, hogy kell, hogy legyen a kira és a noha, fölemelés és lerakás egy 4x4-es területre. 4x4-es területről kell fölemelni. Bocsánat. És 4x4-es területre kell lerakni. És itt ez nincs meg, mert a keze az nem 4x4. Amár rába, ha manni rabi a kira, de amár lőjbe innen, makamárba, alárba. De nán, az öjrek, és összerám, de emszerám, hogy kívánom, hogy hájjönök a hamin pajtot. Azt mondja a Talmud, ez jogos kérdés, de van egy hely, van egy vélemény, akiről azt mondjuk, hogy azon a véleményen van, hogy nem kell 4x4-es terület. Ki ez a vélemény? Rabbi Akiva. Honnan tudjuk, hogy ezt mondta Rabbi Akiva? Bonyolódni fog a helyzet. A következő az eset. Itt van egy magánterület. Itt is van egy magánterület. És középen van egy közterület. És itt állok én. Itt áll a Péter. És én eldobok itt valamit. Mondjuk egy almát. És átdobom a közterület fölött. Na most mi van? Magánterületről magánterületre vinni közvetlenül lehet. Itt nem ért földet a közterületen. Akkor ez most megszegtem-e valamit, vagy sem? Adjuk meg a 80 centit egyelőre, pillanat. Eleve nincs meg az alap. Mert nem ért le, és amikor azt mondta, nincs meg a 4x4-es terület, amin le leért volna, és tovább pattant volna. Ugye, hogyha tovább pattan, akkor ez nem kérdés. Leesett, és onnan tovább pattan, mint egy pattogós alma, tovább pattan, akkor az nem kérdés. De itt nem erről beszélünk, hanem sikerült nagy nehezen átdobni, mondjuk innen a szállodába átdobtam, akkor nincs meg a 4x4. És ezért, Rabbi Akiva, a bölcsek azt mondják, Zérus, nem probléma, Rabbi Akiva azt mondja, hogy hájov, hogy megszegte a szombatot. Mit látunk ebből? Azt látjuk, hogy Rabbi Akiva azon a véleményem van, hogy nem kell 4x4. Azt mondja a tanul, aha, tehát akkor ezek szerint igen. Miért az következik belőle, hogy nem kell 4x4? Miért nem az következik belőle, hogy nem szükséges, hogy földet érjen a közterületen?
Miért ne lenne szükséges, hogy földre térjen? Oké, okay, kicsit folytassuk, mert valószínűleg választ fogsz kapni mindjárt. Honnan tudjuk, hogy nem kell 4x4, mondja a Talmud? Mert azon a véleményen vagyunk, hogy kluta ke misehuncha, hogy a levegőben olyan, mintha le lenne rakva. Ez egy visszatérő szállóige. Levegőben olyan, mintha le lenne rakva. Le lenne rakva. Rabbi Akiva szerint a levegőben klutak misehuncha. A valamilyen levegőben van, az olyan, mintha le lenne rakva. A bölcsek szerint nem. Most, hogyha valami a levegőben olyan, mintha le lenne rakva, akkor sincs 4x4-es területen lerakva. Mert csak olyan, mintha a levegő az a föld lenne, de nincs 4x4-es terület. És ezért tudjuk, hogy Rabbi Akiva szerint a 4x4-es terület nem szükséges. Eddig követjük? Gábor, velünk vagy? Követed? Minden stimmel? Akkor menjünk tovább, mert még mindig bonyolódik a helyzet. Ha azt mondjuk, hogy a levegőben olyan, mintha le lenne rakva, ez azt is jelenti, hogy hol kell, hogy repüljön. Az előbb mondtátok? 80 centi alatt. 10 tefák alatt. Miért? Mert 10 tefák fölött az már nem is közterület. Ugye mi azt mondtuk, hogy az már makam túr, az már megengedett neve. Oké. Okay. Tehát ezek szerint így magyarázzuk Rabbi Akiva és a bölcsek vitáját. Hogy ez nem ilyen magasan, hanem sokkal alacsony így repült. 80 centi alatt. És a vita arról szól, hogy kluta mise uncha. A vita arról szól, hogy valami a levegőben van, az olyan, mint hogyha le lenne rakva. Igen ám, de egy másik helyen kimondta ezt a magyarázatot Rába. És egy másik helyen tudjuk, hogy Rába az nem volt benne biztos, hogy így kell magyarázni. Miért? Mert fölmerült benne, hogy esetleg másképp kell magyarázni. Nem lesz könnyű. Nagyon ráértés. Azt mondja, nagyon ráértés, miért te nem érsz rá? Hogy ezt megmondom. Oké. Az, hogy megértsük, hogy hogyan lehet még magyarázni azt, hogy ha valami átrepül a közterület fölött, az tilos vagy nem tilos. A következőt kell, hogy megértsük. A szentélyben az, hogy az én rajzolási képessége nem annyira jó. Voltak ilyen kocsik. Oké? Okay. Itt álltak a bácsi a kocsikon, és amikor a szentélynek összerakták, ugye a miskáról beszélünk, amikor arrébb vitték a miskánt egyik erről a másikra, akkor össze kellett gyűjteni a gerendákat, és átadták egymásnak a gerendákat. Itt egy gerenda. Átadták egymásnak. Most hogy nézett ki? Kérem szépen, ez milyen terület a kocsi? Magánterület. Nagyon jó, magánterület. Miért? Mert 80 centire kilóg a földről. Ez milyen terület? Közterület. Ez milyen terület? Magánterület. Most, ezt csinálták az építkezéshez. Ezt úgy hívjuk, hogy mosit, valamit átadni. Magyarul, ha én átadok valamit magánterületről magánterületre, nem dobok, hanem átadok, az biztos, hogy tilos. Mosit, átadni, az tilos. És most itt az a vita, úgy is lehetne magyarázni ezt az esetet, amikor átdobom, és az a vita, és a bölcsek rabbiak Akiva vitatkoznak, hogy ez tilos vagy sem, hogy esetleg a vitájuk arról szól, hogy a dobást azt egyenlőleg tekintem-e az átadással. Ha viszont így van, akkor 80 centi fölötti esetről beszélünk. Oké? Okay? Miért? Mert az eset maga is 80 centi fölött volt,
És itt az a kérdés, hogy a dobás olyan-e, mint az átadás. Rabbi Akiva szerint olyan, és ezért ezt az esetet is így dobja, és ezt az esetet is megtiltja, amikor dob, magánteletre, magánteletre. A bölcsek szerint nem olyan, és ezért ezt nem, nem tartják tilosnak. De ha 80 centi alatt lennénk, akkor mindenki egyetértene azzal, hogy klutak misehuncha, akkor mindenki egyetértene azzal, hogy ami a levegőben van, az olyan, mintha le lenne rakva, és akkor mindenki azt mondaná, hogy hája. Kérdés? Hát, hogyha egy 80 centi fölött volt, igen? Akkor miért volt tilos az átadás? Mert mindig nagyon jó a kérdés, mindig abban indulunk ki, hogy mit csináltak a szentélyben. A szent minden munkatilalmat a szentély építésével ebből tanulunk. Igen, de 8 centi. Tilalmat fejezem be. Igen, de még itt más is. Minden tilalmat, munkatilalmat a szentély építéséből tanulunk. Amit a szentélyben csináltak az építéshez, az számít munkának, s azt tilos szombaton. Mit csináltak a szentély építéshez? Alapból fölpakolták a gerendákat innen, ugye, a közteletről a magánteletre, de csináltak olyat is, hogy az egyikről átadták a másikra. És ezért hiába van 80 centi fölött, de mivel ezt csinálták, ezért ez is tilos szombaton. Ez egy kivételes eset. Na, de itt két fél munka van. Az egy másik kérdés, hogy csinálták, hogy úgy csinálták, hogy ő csak így rakta a kezét, vagy úgy csinálták, hogy elvette, de jogos az észrevétel. Köszönöm. Oké, mehetünk tovább. Kezd mindenki. Ugye, hogy egy kicsit nehezebb, mint az Illemhelynek a szabály. Mondtam előre, hogy örüljetek, amíg Illemhely van, mert az könnyű. Oké. Jó, visszatérve, azt mondja a Talmud, a történet végén igaz, hogy Rábának ez egy kérdése volt, hogy így kellene magyarázni, hogy azzal magyarázzuk, hogy a vita alközött van, hogy levegőben olyan, mintha le lenne rakva, vagy nem olyan, mintha le lenne rakva, vagy úgy kell magyarázni, hogy a átadásból következtetek-e a dobásra. Igaz, hogy ez egy kérdése volt. Végül is arra jutott, hogy ez a vita alapja. Hát a vita alapja az, hogy a levegőben olyan, mintha le lenne rakva, és a bölcsek azt mondják, hogy nem olyan, Rabbi Akiva azt mondja, hogy olyan. Most, ha a Rabbi Akiva azt mondja, hogy a levegőben olyan, mintha le lenne rakva, akkor azt is mondja egyben, hogy nem kell 4x4-es terület. Oké? Okay? Ide akartam visszatérni. Még egyszer, akkor most, ha nem tudtuk követni az elmúlt pár percet, akkor most koncentráljunk. Kérdés az volt, hogy amikor én berakom a Péter kezébe, a szegény ember kezébe, a Péter nem szegény ember, de ha az lenne, berakom a kezébe, a magánteletre, a közteletre, az ő keze nem 4x4-es terület. Hogyan lehetséges, hogy egy nem 4x4-es területre lerakva mégis megszegtem a szombatot? Azt mondtuk, azért, mert Rabbi Akiva azt mondta, hogy nem kell 4x4-es terület. Miért nem? Mert Rabbi Akiva abban az esetben, amikor átdobtam ki egy magánteletre, egy másik magánteletre, és nem ért földet a közterületen, ő mégis azt mondja, hogy megszegtem a szombatot. Miért? Mert ami a levegőben van, az olyan, mintha a földön lenne, de hiába olyan, mintha a földön lenne, nincs 4x4-es terület, tehát ő azt mondja ezek szerint, hogy nem kell a 4x4-es terület. Hogy? Most egyenlőre nem az a kérdés, hogy mit követünk, az a kérdés, hogy a misnánk kinek a véleménye szerint íródott. Most azt próbáljuk mondani, hogy Rabbi Akiva szerint íródott. A kérdés a következő. Most figyeljetek. Ha tényleg Rabbi Akiva véleményét követi a misnánk, és Rabbi Akiva azért mondta, hogy nem kell, hogy ebben az esetben, amikor átdobtam, akkor hájov, akkor megszegtem a szombatot, mert nem kell 4x4-es terület, akkor szerintetek Rabbi Akiva szerint itt hányszor lennék hájov? Hány szombatszegés történt? Három. Csak nagyon jó, tapsoljuk meg. Mi a kettő? Akkor ugye felvettem, és eldobtam. Nem.
Hülyeség, bocsánat, ne tapsoljunk meg, vissza tapsol. Ugye egy szombatszegés arról szól, hogy egyik státuszú területre a másik státuszú területre teszem. A rabbi Akiva tényleg azon a véleményemben, hogy nem kell egy 4x4-es terület, akkor itt hányszor váltott státuszt a... Nagyon jó, kétszer, mert egyszer innen ide, ez egyszer, és ennek egyszer innen ide. De rabbi Akiva nem azt mondja itt, hogy kétszer hájav, hogy kétszer köteles, hogy kétszer szekte meg a szombat, csak azt mondja, hogy megszekte a szombatot. Ami úgy tűnik, hogy csak egyszer. Akkor ez mit jelent? Hogy lehet, hogy szerinted csak a lerakáshoz nem kell 4x4-es terület, de a felvételhez kell. És ezért mondja, hogy csak egyszer hájav, mert ez igen, de ez már nem. Milyen, mert itt már... De, nem, így. Azt mondja, hogy a lerakáshoz nem kell a 4x4-es terület, de a felvételhez kell, és ezért az első, amikor én tényleg fölemeltem egy 4x4-esről, eldobtam a levegőben olyan, mintha leraktam volna, de nincs 4x4-es terület, de mégis a lerakáshoz nem kell 4x4-es terület, és ezért hájabb, de csak egyszer, amikor onnan tovább pattam virtuálisan, és megint a magánteletre, az már nem, mert a felemeléshez nem kell 4x4-es terület. Viszont a mi mismánkban mi tűnik ki, hogy a kéz variációja, ami nincs 4x4-es terület, az akkor is hájabb, amikor fölemeltem onnan, és akkor is hájabb, amikor leraktam oda. Tehát akkor a Akiva nem stimmel. Nem tudtátok követni, de nem baj, majd visszanézitek. Értitek, hogy miről van szó? Szuper. Akkor erre mit fog mondani a Talmud? El a már Rebi Öszef, Hamani Rebi. Rebi. Azt mondja, nem. Akkor ez igazatok van. Rabbi Akiva nem jó. Rabbi Akiva nem a mi mistánk. A mi mistánk nem Rabbi Akivát követte. Mert ha Rabbi Akivát követte volna, akkor Rabbi Akiva nem azt mondaná, hogy hájom, hanem azt mondaná, hogy kétszer hájom. De akkor azt hagyjuk. Van egy másik rabbi, akit tudunk követni. Van egy másik rabbi, akinek a véleményére kihez, Rebi. Rebi az, akit a misnán követ. Ő az, aki azt mondja, hogy nem kell 4x4-es terület se a felemeléshez, se a lerakáshoz. És fölteszi a kérdést, de a Talmud melyik Rebi? Melyik esetről van szó? Csak nem arra az esetre gondolsz, amikor arról van szó, de tánya az zarák, ven nachal gábén zisz kolsehú, Rebi mechai vechamim pajtrim. Csak nem arra gondolsz, csak nem arra gondolsz, hogy egyszer Rebi a következő esetet mondta. Ha van egy ziz, nem is így, bocsánat. Bocsánat, igen. Van egy ziz. A ziz az valami, ami kilóg. Tehát mondjuk itt van egy fal, és kilóg belőle valami. Oké? Okay. Itt állok én, és eldobok valamit. És ráesik a zizre. A ziznek nincs 4x4-es alapterülete. Oké? Okay. Ziz. Fogadjuk ezt a szót, mindenki megjegyzi. Ziz. A ziz, ez azt jelenti valami kiló valahonnan. Azt mondja, és ebben az esetben mit mondott Rebi? Rebi azt mondta, hájav. A bölcsek azt mondták, hogy nem hájav. Oké? Okay? Ez logikusnak tűnik. Akkor úgy látjuk, hogy itt Rebi az, aki azt mondja, hogy nem kell egy 4x4-es terület, mert egy zizen nincs 4x4-es terület. Csak nem erre gondolsz, hogy ez az, amiből látjuk, hogy Rebi ezen a vélemény van. Ha erre gondolsz, az nem jó. Miért? Mert ezt a zizes esetet másképp magyarázta a Talmud egy másik helyen. Hogyan magyarázta? Talmud azt mondta, hogy valójában itt nem egy ilyen zizről van szó, hanem egy következő zizről van szó. A ziz a következőképp néz ki. Itt van egy fa. Fának van egy lombja. És az egyik ág az íz.
Ráesett az ágra. És a kérdés a következő. Neufoy. Stein Neufoy baszalika nagy. Hogy mondjuk-e azt, hogy az ág az a törzset követi. Ezek mind nagyon fontos filozófiai kérdések is egyben. Most viccet félretéve. Mondjuk-e azt, hogy az ág a törzset követi? Rabbi Akiva azt mondja, hogy igen, az ág a törzset követi. És a bölcsek azt mondják, hogy nem. De mindenki egyetért, hogy nem azért, hogy ha csak simán lenne valami, egy ziz, ami önmagában kisebb, mint 4x4-es alapterületű, mindenki egyetértene, hogy az nem hájav. Miért? Mert a Rebbi szerint is nem azért hájav, mert szerinte nem kell legyen 4x4-es alapterület, hanem azért, mert az ág a törzset követi. Mivel a törzsnek van 4x4-e, és az ág a törzset követi, ezért hájav. Értitek? Akkor nem erről a Rebbis esetről van szó. Hanem milyen Rebbis esetről van szó? El a had Rebbi. De tányja zarakon és susza rábim és susza rábim és susza jachit beemca, Rebbi me chájé me chachomim poitrim. Szóval van egy másik Rebbis eset. Kísértetiesen hasonlít egy korábbihoz, amit tanultunk. Itt van egy. Bocsánat. Susza rábim, susza rábim. Susza jachit beemca. Közterület. Magánterület, közterület. Oké, okay. Az előbb mi volt az esetünk? Nem ez volt. Magánterület. Hanem az volt, hogy magánterületről magánterület és közterület van középen. De volt egy másik eset, ahol közterületről közterület és magánterület van középen. És mi történt? De tánya a zarrák minős russza rábim, minős russza rábim, minős russza jachit beemca, rebi mechai vechamim poetrim. Van már ebbi udalma smul, mechai vele rebi stáim, áhász misum egy szava, áhász misum áh nasza, álme loj bajjá, kidebe lojá nohál, gabi makamád valába. Mi volt ebben az esetben? Rebi azt mondta, hogy hájav. És a bölcsek azt mondták, hogy nem szegette meg a szombatot. És azt is mondta Rav Yehuda, Shmuel nevében, hogy amikor Revi azt mondta, hogy hája, akkor mit mondott? Kétszer hája. Most ez egy nakám. Ez egy káó. Kámonak mondják, amikor kiütésre jön? Ez. Itt most minden stimmel. Miért? Mert Rebbi azt mondja, hogy kétszer hájak, hiába nem ért földet a magánterületen, de mégis kétszer hájak, egyszer hájak, amikor elért innen ide, és egyszer hájak, amikor elért innen ide. Emlékeztek Rabbi Akivánál, pont ez volt a problémánk a fordított esetben, hogy azt mondta, hogy ő csak egyszer hájak. Ezért nem volt kielégítő a magyarázat, mert akkor ezek szerint csak a lerakáshoz nem kell négyszerni, de a fölemeléshez kell négyszerni. Ebben az esetben viszont minden stimmel. Rebbi azt mondja, hogy kétszer hájav. Miért? Mert nem kell se a lerakáshoz, se pedig a felemeléshez nem kell 4x4. Nyugodtan mehetünk dolgunkra ma, mert megoldottuk a problémát. Legalábbis holnapig, mert holnap még folytatódik. Egyelőre most ott tartunk, hogy a mi misnánk, amiben egyértelműen arról van szó, hogy a illető ott áll, és kinyújtja a kezét, és a kezén nincs 4x4-es terület. Mégis megszegi a szombatot, aki a kezére rárak, vagy a kezéből elvesz, mert Rebbit követi a misnák, aki azt mondta, hogy nem kell 4x4-es terület a lerakáshoz, vagy a felemeléshez. Honnan tudjuk, hogy ezt mondta? Mert azt mondta, hogy amikor valaki dob közterületről közterületre, úgyhogy magánterület van középen, hiába nem ért földet, de és ezzel nincs 4x4, kétszer hája egyszer, amikor bement a magánterületre légterébe, és egyszer, amikor kiment a magánterület légterébe. Köszönöm szépen, van-e kérdés?
mindenki le van tanulózva. Erre nem gondoltatok, ugye? Csak ha lejöttünk, akkor nem gondoltátok erre. Ez meglepetés szerint. Igen? Itt, amikor a fán lépő zizrál az árnyadóba, akkor magánterületről dob, és közterület van közte, és ott a magánterületen van. Nagyon jó a kérdés. Igen. Ugye arról volt szó, a misnában ott arról van szó, hogy közterületről dob közterületre, az is tilos körülbelül, hogyha négy, tehát vinni a közterületen, erről még nem beszéltünk sokat, de nem csak két státusz között tilos mozgatni, hanem közterületen is tilos négy ámát, négy lépést mozgatni. És a válasz az az, hogy ez egy olyan fa, ami a magánterületen áll, és a ziz, az zsdej, nagyfaj, baszor, bufaj, az ág a törzset követi, a törzs az a magánterületen van, és ezért szegi meg a szombatot. Más kérdés, ha nincs, akkor mindenkinek szép napot kívánok. Aki szeretne maradni, most kezdjük a reggeli imát, és utána lesz mennyilalvasás, illetve délután szeretettel várunk mindenki. 5-kor kezdődik a úrimi buli. Pillanat, csak.